Délután megtámadjuk. Kíváncsi vagyok. Szevasztok, buék, divatos szóval élve. Itt vagyunk, 2023 első edzés. Rég volt, úgyhogy egy válledzést fogunk nyomni. Klasszikus vál, rögnyomással kezdünk. Aztán valószínűleg lesz óriás egykezes. És ki fogjuk próbálni az új eszközt, amit Krisztián csinált nekem karácsonyra. Ezt a 100 kilós blokkot. Ugye ez egy létező gyakorlat, block pressnek hívják, ez nagyobb versenyeken szokott szerepelni, ilyen téglatest alakú beton vagy fém tömböt kell kinyomni fej fölé, kíváncsian várjuk, úgyhogy örömmel kezdünk. Újra Andrással edzek egyébként, mostanában elég sűrű, ami jó, neked is, nekem is. Jó edzőtársal edzeni, főleg úgy, hogyha hasonló a szint, tudjuk egymást húzni, és így készülünk a versenyekre. Tervek mára, hát egy 110-120 köré egy röntgyomás, egy 65-70 kiló óriás egykezesbe, meg nyilván a blokknyomásban aktívan részt venni. Amit sikerülne, az lenne a legjobb. Így van. Jó van, megnézzük. Jó, király, gyerünk, sok láb, azaz, király. We'll be right back.
végeztünk a röngnyomással. András 110-re ráment, sajnos nem ment ki, majd legközelebb. Nyilván technikai gondok vannak, és hát az eszköz nehézsége miatt nem ment ki, rúgd a 120-at és nyom. Ugye a röngnyomás az egészen más, tehát 15-20 kg vagy még több különbség is simán benne van a rugásnyomás és a röngnyomás között. Én rámentem a 135-re, nekem az nem ment ki. Ugye a mindenkori legjobban 140, azt szeretném visszaépíteni májusig, hogy az menjen stabilan, 140, azzal elégedett lennék. Behoztuk a szörnyeteket, már ez önmagában egy edzésnek elég volt. Úgyhogy ezt fogjuk most megpróbálni egy kis pihenő után. Megküzdöttünk a blokkal, nekem másodjára sikerült kinyomnom, hát nagyon érdekes, reszkedtem alatt a nagyon, minden pillanatban azt éreztem, hogy valamerre elviszi a kezemet. Érdekes új eszköz, de örülök, hogy kinyomtam, hát András nagyon küzdött, ugye háromszor rápróbált, általában ezt tartjuk, ezt a három próbát, annál több, ha lenne, akkor már úgyis elfárad, háromban még benne van, hogy kimegy, valami technikai hiba, ha bejön, hogy érezted? Én a felvételt könnyűnek éreztem, ugye 100 kg, viszonylag könnyűnek éreztem, ugye mellkassatételnél azért hogy az ember azért kiveszi a levegőt elég rendesen, összenyom, de hát részeredményként elkönyvelem a három nyomást, úgy félig ment, igazából nem csüggedek, nem csüggedek, legközelebb szerintem már ki fog menni, legalább egyszer a háromból. Ezt is erősítjük, ugye új jelen, egészség. Közben megbetegszedik. Ugye új jelen az edzés repertoárban. Persze. Egy új eszköz, szokjuk, nyilván. És hát bízunk benne, hogy minél hamarabb sikerül kinyomni. Magyarországon nem is nagyon láttam még ilyen. Én senkinél. Itthon annyira nincs elterjedve egyébként ez. De jó lehet. Próbáljuk, csináljuk. Majd elbeszélek Krisztiánnal, csináljon kisebbet is, mondjuk egy 80-asat. Csináljon egy nagyobbat is, egy 110-eset mondjuk, az jó lenne tavasszal, és akkor lehetne ilyen sorozatot nyomni, az menő lenne. Jön az egykezes, megnézzük mi erőnk maradt még. Elkezdjük az egykezes nyomást, ugye ez 56 kg üresen, mehet a buli.
András megpróbál egy egyéni rekordot, 67 kiló az egyközes. Meglátjuk, ugye ezek két gyakorlaton túl vagyunk és el vagyunk fáradva, de minden próbálkozás hozzátesz és erősít. Próbálom ezt a golyós egyközös, ezt a lovász évjéktől hoztuk el Gyuláról, de ezt is Krisztián csinálta, 73 kg. Minden gyakorlatban felmentünk, tehát piramis volt, nem szériáztunk semmibe, röngbe is felmentünk. Én úgy látom, hogy Andrásnak még a tricepset kell felhozni, mert mindent meg tud lökni, meg tud nyomni egy bizonyos pontig, és utána ez a végső rányújtás, ott még kell a triceps. Te hogy érezted? Én is így éreztem, hogy a felső harmadnál valamiért megáll. Tehát én is arra gondolok, hogy triceps edzése, ugye minden egyes edzésnél, ugye majd oda-haza kell egy triceps gyakorlat minden edzés végén, és ugyanúgy terveztem, hogy a röngnyomást is erőltetni kell. Igazából, mert mostanában eléggé elhanyagoltam, megmondom őszintén. Rúgdal nyomtam, az ugye elég jól megy, de a röngöt elhanyagoltam, ugye más a fogás, más a technika kell hozzá, ugye nagyobb is, tehát nagyobb terjedelmesebb eszköz. Azt elhanyagoltam, most egy kicsit előveszem, és igyekszek azért minden egyes edzésen, amikor ugye nem mell, vagy épp egy biceps gyakorlat, vagy egy hátgyakorlat van, akkor, vagy egy hátedzés, akkor igyekszek azért minden egyes ilyen edzés végére rátenni egy röngnyomást. Ugye nem nagy súlyokkal, ahogy beszéltük is, hanem inkább egy hatos szériákat nyomni kisebb súlyokkal, és ugye erőltetni ezt a technikát, tehát egy koncentráltabb nyomásokat végezni, hogy erősödjön az elülső váll, és igyekszem és megpróbálom ezt a technikát, és bízom benne, hogy elég jól fel fogom tudni hozni. Tehát, hogyha már egy 10%-ot fogok tudni ebbe erősödni, ugye súlyba is, akkor azt mondom, hogy elégedett vagyok. Ugye a többi eszközt, ugye a blokkot azt most próbáltuk először, ja. Szerintem mind a kettőnknek elég jól ment. Mm. Úgyhogy így elsőre, úgyhogy vannak sikerélmények. Ugye az egykedesben próbáltam a egyéni rekordot megdönteni saját magammal szemben. Sajnos nem sikerült, elfogytam az edzés végére, de... Természetes. De azt is igyekszek majd jobban felhozni. Hát április végére, május elejére, akkor egy olyan 120 rönk. 71 kezes, az kb-be lehet lőni. Hát szerintem igen, tehát az. Ez benne is van, nyilván még január legeleje van. Úgyhogy van időnk, nekem 140 rönk a cél, ugye azt mondtam. Erre fogunk rágyúrni. Nyilván ezek sokkal összetettebb technikásabb gyakorlatok, tehát nem elég, hogy erős valaki. Ugye kell a technika. Igen. Erőből nem lehet minden megoldani. Van, hanem ugye klasszikus, egy erős ember tud ügyeskedni. Ügyes ember nem tud erősködni, úgyhogy erősek vagyunk, de össze kell rakni a technikát, hogy tényleg minden egyszerre tudjon dolgozni, minden a jó időbe kapcsolódjon be, meg ugye a láb rugót, tehát az erő átadást, hogy erre ráérez, igen. Jó lesz, ez rendben lesz. Még mindig augusztusban láttál először Strongman eszközöket, azt tegyük hozzá, úgyhogy nem régóta. Jó van. Megyünk, pihenünk, aztán jelentkezünk még szerintem sok közös edzéssel. Igen. Reméljük. Szevasztok!